Képzeld, beszéltem a barátnőmmel, Emesével, akinek a férje azt mondta, képzeljétek el, tegnap Alejandro azt mondta, hogy utálja édesanyámat, és hogy pocsékul sőtől. Hogy mondhatod ilyet? Uram, Jézus! Hagyatok ilyen eszébe, ugye te nem vagy ilyen. Te szeretsz, és mindig is szeretni fogsz, ugye? Nem bírom tovább. Elektra egyenesen kikészi. Az utolsó habcsókja is olyan kemény volt, hogy nem bírtam megenni. És azzal vehetem nagyon jók. Nem bírom, egyszerűen teljesen kikész. Elválom. Hey, haver, ne te akarj elválni tőle. Hozd össze egy pasival, aki jobb, mint te. Aki szebb, aki nem tudom mi. Vágod? És te ilyen zenéket szoktál csinálni. Csinálsz egyet rólam is? Csak kérned kell, szívecském. Ha rád gondolok, szívem úgy ver, mint a pergődó. Mint a pergődó? És akkor neked van egy autód? Igen, a Batmobile. Itt van Joker, mennem kell. Ja, és van hobbid? Utálom a könyveket. Ja, én is. A könyvek a strébereknek valók. Utálom a strébereket. Ja, én is. A pattanásos arcok és a kocka fejük. Lúzerek. Annyi közös dolog van bennünk. Erről a tegnap esti való világ részt jut eszembe, amikor... Utálom a való világot. Micsoda? És az Izaurát, az Ezek megörültek, az éjjel-nappal Budapestet? Utálom. És az alkonyatot is utálom. Az alkonyatot is? Szerintem nincs miről beszélnünk tovább. A bolond nőt már nem tudom levakarni magam. Nincs egy rohadt szuperhős, amelyik felvillanyozná, és nem az én agyamat ennél miatt. Kivész. Szia, drágám! Ehegen van, válni akarok. Megismerkedtem egy nagyszerű férfival. No woman, no cry.